Megszavazta Karácsony Gergely megszorításait a fővárosi közgyűlés baloldali többsége. Bár a főpolgármester túlélő csomagról beszél, a kormánypárti képviselők szerint Karácsony Gergely meghallotta Gyurcsány Ferenc kritikáját, amely szerint nem használja fel a főpolgármesteri tisztséget a kormány elleni hadakozásra, ezért most újra csődder riogat. Vannak olyan helyzetek, amiket nem tudunk kezelni, és higgyék el, egy ponton túl már nem is akarunk. A főpolgármester miután a múlt héten arról beszélt, hogy csődközeli helyzetben van Budapest. A színfalak mögül az újságírókat kikerülve érkezett meg a fővárosi közgyűlésre. Karácsony Gergely újfent megerősítette, nem fognak például szolidaritási adót fizetni. Mindig a kormány, és mindig újra és újra Orbán Viktor. Miközben megfogadta Gyurcsány Ferenc nyilvános kritikáját, most is a másra mutogatást választja Karácsony Gergely. Reagált a főpolgármester szavaira Winter Mantel Zsolt. A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője mindezt nem hagyta szó nélkül, és egy korábbi kampánybeszédével szembesítette a városvezetőt. Figyelje csak! A szocialisták főpolgármester helyettese nem válaszolt arra a kérdésre, hogy tényleg csődben van-e Budapest. A magyar kormány kifosztotta a budapestieket. Csődközeli helyzetben van főváros. Jövőjét, és elveszi Budapest. De csődközeli helyzetben van a főváros, ne haragudjon. Ön mit tud erről, mint főpolgármester helyettese? A magyar kormány az, ami egy komplett csőd. Könnyű szemlélés. A közgyűlés üléstermében megjelentek fidelitásos aktivisták is, akik Gyurcsány Ferenc egy korábbi rádiónyilatkozatát játszották be hangszórón, majd egy molinót is kifeszítettek, amin a DK elnökének sommás véleménye volt olvasható Karácsony Gergelyről, és a pattanok főnök szófordulat is szerepelt. Itt van előttünk egy szakmai köntösbe bújtatott, de valójában politikai pamflet. A főváros Fidesz-KDNP-s képviselői hiába szembesítették a városvezetést az elkövetett hibáikkal, és érveltek az adótörvények kötelező betartása mellett, a balliberális többség megszavazta a túlélő programnak nevezett megszorításokat. Megszorításra készül főpolgármester. Mióta Gyurcsány Ferenc rászólt Karácsony Gergelyre, ő kampányüzemmódba kapcsolt. Nyilatkozta a döntés után a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője. Winter Mantel Zsolt emlékeztetett rá, hogy Karácsony Gergely Tarlós Istvántól több mint 200 milliárd forintos megtakarítással vette át Budapest vezetését, ám azóta rendszeresen csődöt emleget.